Lukács. A 16-oson belül Bertus érkezik középen, de még jó lehet Jureknek. Ellövi, éleszögből bent van! Jurek megint betalál az első félidő 15. percében. Gratulálok a DVTK újabb győzelméhez, hogyan láttad a mai találkozót? Köszönjük szépen. Igen, hál' Istennek elég jól kezdtük a mérkőzést, megvoltak a helyzeteink. Úgy érzem azért még az első fél időben a két rugott gól mellett még tudtunk volna gólt rúgni, hogyha egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, de hát nagyon örülünk, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A második fél időben pedig te jöttél, ezzel zártad le gyakorlatilag a találkozót. Hogyan emlékszel vissza a gólodra? Belülről hogyan nézett az ki? Megkaptam a szélén Csíritől a labdát, és vittem rá egybe a védőre. Láttam, hogy inkább kifele szeretne terelni, úgyhogy megpróbáltam befele, toltam, megvártam a megfelelő ütemet, és hál' Istennek becsorgott. Vasárnap eredményes voltál Szegeden is, ma pedig Csákváron is betaláltál. Megjött a góllövő formád? Hát ezt már mondtam, mikor, hogy már rúgtam két gólt, akkor most menni fog, hát remélem most már megjött, igen. Én is nagyon szeretném, hogy megjöjjön, úgyhogy reménykedem, igen. És a góllövő forma az egy dolog, hogy bementek a lövések, másik dolog az, hogy rengeteg helyzetet tudtál kialakítani. A Kozár Mislány mérkőzés jut eszembe, ahogyan nem sikerült gólt szerezni, de ott is több helyzeted volt. Ez is kell ahhoz, hogy eredményes legyél? Persze, nyilván minél több helyzetem van, annál jobb. Megpróbálom minél jobban értékesíteni őket, minél higgadtabban befejezni őket, és akkor úgy érzem, hogy egyre jobban tudok én is feljebb menni, én is egyre jobban tudom kihasználni a helyzeteimet, minél több van. 8 nap alatt 3 mérkőzés játszik a Diósgyőr, ebből a két idegenbeli megvan, mind a 2 3-0-val. Na, milyen mérkőzés következik most vasárnap? Hát a Nyíregyháza, hát tudjuk persze, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés a szurkolóknak is, meg nekünk is nyilván, és hát nagyon várjuk, mert úgy hallottuk, hogy elég sokan lesznek, úgyhogy ez plusz motiváció nekünk. Mennyivel másabb Diósgyőrben nagy közönség előtt játszani, mint nem akarom megbántani itt a körülményeket, de azért itt kevesebb néző volt, az biztos. Hát így van, ez a szerdai egy óra, ez úgy érzem nem tett jót ennek a mérkőzésnek, de hát természetesen hát otthon mindig jobb játszani, főleg a mi közönségünk előtt, ott minél többen szeretnének szerintem kint lenni, és hát az nekünk plusz motiváció, hogyha otthon játszunk, és hogy minél többen vannak.